Hogy is van? Kisnők, igen. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a februári összegzésem lesz így március közepén, de jó, mindegy, nem voltam itthon és nem tudtam felvenni, úgyhogy most fogom. Februárban összesen 7 darab könyvet olvastam el, amiből elég sokról beszéltem már másik videóban, úgyhogy azokról most ebben nem fogok olyan sokat, úgyhogy szerintem gyorsan fogok haladni, legalább nem lesz ilyen maratoni hosszúságú az összegzésem. Most viszonylag hosszú könyveket olvastam, tehát látszik, hogy mindegyik elég vaskos, viszont azokkal fogom kezdeni, amiket nem tudok mutatni, mert az egyik hangos könyv volt, a másik e-könyv volt, a harmadik pedig könyvtári könyv volt, és már nincs ezek, az már nincs nálam. Szóval az első akkor, amiről beszélni fogok, az Taylor Jenkins Reid, nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni a nevét, tőle az Evelyn Hét férje. Ezt kezdtem a hónap legelején, és kb. A hónap legvégére fejeztem be szerintem. Nem a romantikus rídotom végére. De abban a videóban erről nem beszélek. Úgyhogy most fogok. Ez egy nagyon régóta a várólistámon csücsülő könyv volt, és végül is hangos könyvben hallgattam ki, ami egy jó döntésnek bizonyult, mert elvileg a magyar fordítása az eléggé megkérdőjelezhető. Például a Kisasszonyok című könyvet, ugye az Little Women angolul, és az például úgy van benne lefordítva, hogy hogy is van. Kisnők, igen, köszönöm, teljes lefagyott az agyam. Szóval az kisnőknek van benne lefordítva, és ez egy érdekes döntés volt, mindegy, úgyhogy én hangoskönyvben hallgattam, és így nagyon jó volt, mert ez volt egyébként az első olyan hangoskönyvem, scriptem, amit több ember olvasott föl, úgyhogy így attól függően, hogy éppen a múltban, a jelenben, vagy újságcikk vagyunk, úgyhogy három különböző hölgy olvasta föl. Jó volt, és én ugyanebből láttam a BookTube könyvklubos kibeszélőt, mikor ez még a legelső közös hónapunk volt, és igazából a spoilereket tudtam, már nem emlékeztem rájuk, meg a mértékükre, úgyhogy egy csomó minden olyan volt, hogy igazából nem meglepett, csak el tudta érni a hatást, amit el kellett, tehát én például a könyv végét azt végigbögtem. Jó volt. Igazából a legjobb részei azok voltak, amikor Evelyn mesélte az élet történetét, ami nem volt végig szép és vidám, és nem csak jó dolgokat csinált. Nyilván a hírnévnek van ára, és hogy azt fönntartsuk, annak is van ára. Nagyon tetszett ez a betekintés igazából a korai Hollywoodba, meg az egésznek a hangulata szerintem nagyon jó volt. Azzal a sztori résztel nem tudtam mit kezdeni, ami Monique-nak a szála volt, tehát a jelen, mert az kicsit ilyen, nem tudom, az ő karakterét annyira nem tudtam átélni, úgyhogy így annyira nem is érdekelt, hogy vele mi fog történni. De összességében örülök, hogy végre elolvastam ezt a könyvet, és majd így lehet, hogy az írónőtől más is fogok olvasni. Megyek Emmához ajánlásra, mert őt azt hiszem, te a Daisy Jones-t olvastad? Igen. Igen, ő azt olvasta, és ő azt nagyon szerette, tudtam, úgyhogy majd elolvasom, azt hiszem most hozta ki nemrég a KMK. Úgyhogy tök jó volt, úgyhogy örülök, hogy elolvastam. A következő legyen a The Love Hypothesis Elie Hazelwoodtól. Úristen, nem tudok beszélni. Erről van nagyjából szó a Romantikus Readathon vlogomban, ott elég sokat beszéltem róla. Ez a könyv annyira jó lehetett volna, ha nincs benne a csodálatos kedvenc romantikus könyves betegségem, a direkten nem kommunikálunk tisztán, és félreértünk egy tökre annyira nem félreérthető helyzetet, és a szex jelenetek benne. Ez a kettő kicsit elrontotta, pedig az első felében oda meg vissza voltam ezért a sztoriért, nagyon-nagyon tetszett, és aztán valahogy ott a félre kommunikálás után nekem kicsit elúszott a dolog, amit azért sajnálok, mert így a második fele miatt sokkal több, sokkal negatívabb olvasási élménynek érzem így visszagondolva, mint amikor ott voltam benne a helyzetben és olvastam, mert hogy egyébként egy 4 csillagos könyv volt így, de lehetett volna 5. Amit sajnálok, de igen. Úgyhogy ez most így esett meg. Nem egy rossz könyv egyébként, de nem dobtam tőle el az agyam, meg nem feltétlenül olvasnám újra mondjuk.
De lehet nézni az arcomat a vlogban, amikor a szex jelenetet olvasom. Igen, vannak kifejezéseim azon a ponton. A következő könyv, amit könyvtárból hoztam ki, az Julie Buxbaumtól, ha jól mondom a nevét, a három dolgot mondj. Ez szintén nagyon-nagyon régóta csücsült a várólistámon, és ezt szintén a romantikus readathonra olvastam, viszont erről annyira nem beszéltem a vlogban, amiatt, hogy nem voltam itthon, mikor én ezt a könyvet olvastam, és így a koliban nem szeretek fölvenni bejelentkezést, mire hazaértem, meg már így nem volt bennem valahogy a lendület, nem tudom, így nem mondtam el konkrétabban dolgokat erről a könyvről. Az a könyv tetszett, cuki volt, voltak benne nehezebb témák is. Én az egyetlen, ami engem nagyon le tud ilyen ifjúsági könyveknél dobni a sztoriról, az ez a magyar nyelvbetegsége szerintem, de vannak szavaink, amik szerintem annyira borzasztóan hangzanak. Amik, hogyha angolul olvastam, szerintem angolul kellett volna elolvasnom, mert ha angolul olvasom, akkor bizonyos szavaknál nem ültem volna egy 10 percig, hogy miért. Mert tudom, hogy azt úgy fordítod le magyarra, annak gyakorlatilag az a magyar megfelelője. De például én nem hallottam még élő embert, mikor én tinédzser voltam, soha komolyból azt mondani, hogy valamire, hogy sirály. Ez mindig ilyen poén szó volt, amit így szarkasztikusan használt az ember, és amikor ezt így megláttam a könyvben, egy kicsit meghalok belül. De ennek ez a magyar megfelelője csak annyira szörnyű az a szó szerintem. Na mindegy. Szóval vannak benne ilyen dolgok, és ugye egy ifjúsági könyvben le van fordítva, és akkor hirtelen megakasztanak ezek a dolgok néha engem. Ami szerintem nem a fordító hibája, csak simán az, hogy erre ez a szavunk. És nem tetszik nekem ez a szó ilyen formájában. Na, ami nagyon cuki volt, és nagyon szurkoltam, hogy a titkos levelező fél az legyen aki, mert ő volt a legnormálisabb jelölt, és egyébként ráéreztem, hogy ő lesz az, csak aztán trükközött az írónő, és nem voltam végig biztos benne. Úgyhogy lehet, hogyha újra olvastam angolul, akkor nem csak 4, hanem mondjuk több csillagot kapna, mert amúgy még nagyon jó volt. És tök izgi is volt, mikor már végre így közeledtünk mindig ahhoz, meg ez a tippelgetés, hogy vajon ki lehet a titkos levelezőtárs, de ott a fordításon kicsit megcsúsztak nekem a dolgok. De egyébként ezt így nem nagyon rottam neki föl, csak néha letettem. És annyira, pedig amúgy még tök gyorsan is lehetett vele haladni, meg pörgött is, szóval tök jó volt. Úgyhogy nagyon örülök, hogy végre így, nem tudom, 2016-ban csináltam a Goodreads-em, azóta tutira rajta van a... vagy 15-14... Nem... 15-16 körül csináltam a Goodreads-em. Azóta az a könyv fönn volt a várólistámon, és végre elolvastam. Annak a tesára, hogy Eszti azt mondta, hogy ez az egyik legjobb ifjúsági romantikus könyv, amit valaha olvasott. Következő. Az Úgy, ahogy vagy. Erről most nem fogok így nagyon részletesen beszélni, ez egy nagyon fontos könyv, így nyomom mindenki kezébe, akinek lehet. Erről viszont van egy teljes külön videóm, ami vlognak indult, nem lett végül vlog. Inkább összefoglaltam simán ilyen értékelő videóban a véleményemet róla, úgyhogy azt menjetek most azonnal és nézzétek meg, mert nagyon fontos könyv. Ez a női szexualitásról szól főként, de amúgy is ilyen szexuál-pszichológiai kötet. És nagyon sok olyan információt tud adni az embernek, ami így hasznos lenne, hogyha ilyen alaptudásként kezelnénk, és alaptudásként megadnánk az embereknek, de nem tesszük valamiért, mert valahogy a másodfokú egyenlet megoldó képletét jobban érdemes tudnom, mint az, hogy működik a testem, és... ja, ilyenek. Úgyhogy igen, erősen ajánlott ez a videó, mert ez egy fontos könyv. Következő. Marissa Meyertől a Scarlet, ami a Hotbilly Krónikák második része. Egyébként, hogy menőzzek, ez most lett meg. Ez a Stars Above, ez nincs magyarra még lefordítva, de ez egy ilyen novellás kötet, és olyan szép. Igen, beleestem a Hotbilly Krónikákba. Ezt egyébként a romantikus readathonra akartam elolvasni, csak aztán lecsúszott előtte kevesebb, mint 24 óra alatt. Úgyhogy majd valamikor megpróbálom a harmadik részt is, és nagyon várom a negyedik részt belőle. Nagyon tetszik a sztori, amerre megyünk, a karakterek, a kis romantikus részek benne, hogy egy szuper jó, imádom. Az első rész is jó volt, arról van vlogom is, még tavaly ilyenkor olvastam, de ez is nagyon tetszett, úgyhogy majd ezután olvasom
valamikor a kreszt, amikor ráérek, vagy nem érzem úgy, hogy minden mást előbb kéne olvasnom. Igen, van örös pöttyös könyv, amire rámondom, hogy nagyon tetszik, szóval ám. Vannak ilyen kivételek. Nagyon jó, olvassátok ti is. Következő, az a BookTube könyvklub februári közös könyve volt, a Boszorkányság éve Alexis Hendersontól. Ezt egyébként a Metropolis Media kiadótól kaptam, amit nagyon szépen köszönök ez úton is. Erről pont, ahogy ezt felveszem, tegnap volt egy kibeszélünk a közös csatornán, úgyhogy azt ide belinkelem. Azt lesz érdemes megnézni, mert ugyan én írtam ez egy értékelést majon, de ez tipikusan olyan könyv, hogy mikor így befejeztem, és bennem volt a lendület, egyébként úgy viszonylag jónak ítéltem meg, csak hogyha belegondolok bizonyos dolgaiba és hiányosságaiba, akkor már így annyira nem. Szóval egyébként egy gyorsan olvasható könyv ez, és azzal nem volt baj. Tehát nem szenvedtem az olvasással, és érdekelt is végig, hogy mi fog történni. Csak vannak benne dolgok, amik előtt ilyen értetlenül állunk, és én is, főleg az utolsó rész, ilyen részekre van bontva, és az utolsó rész az kicsit ilyen teljes káosznak érződött nekem, kicsit nagyon. De egyébként meg nem volt rossz, meg nincs rossz véleményem erről a könyvről. De szerintem főleg azért, hogy a legtöbb dolgon így úgy voltam, hogy elengedtem olvasás közben, és nem gondolkodtam rajta, tehát így utólag, hogyha belegondolok, akkor mondom azt, hogy hát igen, ez így nem egészen volt klappolósan megoldva, meg nem, az is itt fura, az is ott, de hogy nem gondolok rosszul. Tehát nincs rossz gondolatom így, vagy hogy mondjam ezt, hogy talán Eszi mondta, hogy amúgy nem bántott ez a könyv engem. Talán ez a legjobb megoldás. Valahogy így. Körülbelül. De tényleg ott a kibeszélő, azt ajánlom, mert abban szerintem jobban elmondjuk a miérteket. Mert a többiek, én kicsit fáradt voltam, és én így nagyon lelkesen bólogattam mindenki véleményét hallgatva, úgyhogy annyira nem tudtam hozzá, vagy annyira nem szóltam szerintem hozzá sokat. Nem tudom eldönteni, hogy állok ezzel a könyvvel kicsit. Az utolsó pedig a Kőgazdag ázsiaiak. Erről viszont azért nem fogok most nagyon beszélni, mert erről most vettem föl, és ez, ha minden igaz, kimegy az összegzés előtt. A Barambolás Ázsiában részt ugyanis egy szingapúri szerzőnk, Kevin Kwan. És ezt a könyvet én nagyon régóta szerettem volna elolvasni, és sikerült befejeznem ilyen február 28-án, 23 óra, nem tudom mennyikor, így évfél előtt, negyed órával, úgyhogy nagyon jó voltam. Tetszett? Kicsit nehezen haladtam vele pontokon, de egyébként tetszett, viszont a filmet nagyon-nagyon szeretem belőle, úgyhogy a filmet itt is ajánlom mindenkinek. De igazából a könyvet is, de ott ide belinkelem, mondom a barangolás részt róla, és abban jobban kifejtek mindent. Úgyhogy ezeket a könyveket olvastam februárban. Kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be februárban, múlt hónapban. Igen. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!